Felsőoktatási expót szerveztek az Alba Régia sportcsarnokban. Ma délután a végzős diákok a három fehérvári felsőoktatási intézmény képzési kínálatával és a duális képzésben résztvevő vállalatokkal ismerkedhettek meg. Nagy volt a zsibongás ma is a sportcsarnokban, pedig nem szurkolók, hanem végzős diákok töltötték meg a pályát. Voltak olyan fiatalok, akik célirányosan érkeztek a rendezvényre, és olyanok is, akik egyelőre csak tájékozódni jöttek. Körülnézek, hogy milyen továbbtanulási lehetőségek lehetnek, vagy ha nem sikerülne ez, akkor a munkavilágában miként tudnék elhelyezkedni majd, mint duális képzésben esetleg, mint amiről ide hallottunk nemrég. Mi iránt érdeklődsz a legjobban? Melyik felsőoktatási intézmények a legszimpatikusabbak? Hát most egyelőre egyetemen gondolkodok, de ha mégsem, akkor itt Székesfehérváron az Óbudai Egyetem esetleg, mint villamosmérnöki karnak. Mint hogy jelenleg is a Széchenyiben vagyok, ugye elektronika szakágazaton, így ebből kifolyólag lenne ez a cél irányosság. Miért szimpatikus neked a duális képzési rendszer? Azért, mert ugye amellett, hogy tanulok, mellette ugye tapasztalatot is szerzek a munkába, és hogyha elvégeztem azt a 2 évet, azt hiszem, ha jól tudom, akkor utána egy olyan tapasztalattal kerülök ki a munkapiacára, amit ugye rendesen is megfizetnek. Itt igazából még csak keresem, hogy mi érdekel, mert még semmi olyan nincsen, ami konkrét. Az expóra továbbtanulás miatt érkeztem, és sokat megtudhatok a helyi lehetőségekről, és ez tud segíteni, hogy mit is válasszak, hova menjek tovább. És eddig hát nagyon sok érdekes dologgal találkoztam, viszont ezek nekem nem nagyon felelnek meg, vagy nem itt szeretnék elhelyezkedni. Mi az előzetes elképzelés? Milyen fősulit, vagy esetleg munkát szeretnél magadnak? Én orvosi egyetemre szeretnék menni, és ezzel tanulni tovább. Biológia, kémiával általános orvosi egyetemre szeretnék menni. Szóval itt nem nagyon találom meg a megfelelő információkat. Az expót a város polgármestere nyitotta meg, aki a duális képzésben rejlő lehetőségeket emelte ki beszédében. A mai rendezvénynek a célja is nem más, mint hogy közelebb hozzuk a diákokat pályaválasztás előtt azokhoz a lehetőségekhez, amelyek itt Székesfehérvárban várnak benneteket a felsőoktatásban, utána pedig a munka világában. Amikor beszélgetek fiatalokkal, akkor elő szokott jönni az a kérdés, hogy hát miért mennek, vagy miért szándékoznak elmenni máshova. Akkor azt szokták mondani, hogy több ok mellett 2 mindenképpen kiemelnek. Az egyik, hogy szeretnének olyan munkához jutni később, és ahhoz természetesen olyan diplomához, ami versenyképes, és amely egzisztenciálisan is komoly jövedelmet eredményez, másrészt pedig, hogy modern technológiákkal tudjanak dolgozni. Én jelentem, hogy a bérek vonatkozásában Fehérváron lehet elérni a legmagasabb béreket ebben az országban, köszönhetően a munkáltatóknak, tehát ezért biztos, hogy nem kell elmenni máshova. És azt is jelenthetjük, hogy a világ legmodernebb technológiái közül pedig nagyon-nagyon sok minden itt van Székesfehérváron. Ezzel lehet tanulni a duális képzésben, partnereink segítségével utána pedig dolgozni. És van ehhez 3 kiváló felsőoktatási intézményünk, az Óbudai Egyetem Alba Régia, szakikarra a Kodolányi János Főiskola és a Corvinus. Most már azt gondolom, jó együttműködésben és folyamatosan bővülő képzési palettát ad. A duális képzéseken keresztül pedig látszik most itt, ebben a csarnokban is, hogy hány de hány cég csatlakozott ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy mindenki a mai nappal is egy kicsit közelebb jusson ahhoz, hogy hova fog aztán jelentkezni, hova tölti ki a jelentkezési lapot, és furcsa lenne, ha a polgármesterként én nem azt kérném tőletek, hogy ha lehet, akkor maradjatok itt velünk Székesfehérváron. Próbálunk mindent megtenni ennek érdekében, és hát vár már benneteket a Petőfi Kultúrtanszék is, tehát nem csak a hivatalos programokra és rendezvényekre, hanem a bulik világára is próbálunk gondolni, ez is értetek történik. Érezzétek ma jól magatokat, és maradjatok itthon velünk, Székesfehérváron. A Corvinus Egyetem Magyarország piacvezető felsőoktatási intézménye a gazdasági és társadalomtudományi területen. Polgármester úr, alpolgármester úr, kedves vezetők, társaim a társegyetemekről, köszönöm önöknek azt az együttműködést, amely lehetővé tette, hogy immár 3. tanévének fusson neki a budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérváron.
Az önkormányzattal folytatott termékeny együttműködés eredményeképpen egy korszerű kampusz várja a jelentkezőket, akik úgy döntenek, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem itteni kampuszán folytatják, kezdik el tanulmányaikat. Örömmel jelentem be, hogy az egyetem stratégiájában a Székesfehérvári kampusz a duális alapképzések legfontosabb bázisa. Duális alapképzést a Corvinus Egyetem Budapesten nem indít, csak és kizárólag a Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán van lehetőség ilyen formában a gazdálkodási és menedzsment, illetve a pénzügy számvitel alapképzési szakra jelentkezni. Örömmel jelentem, hogy a következő tanévtől egy új alapképzési szakot indítunk, szintén nappali formában, mégpedig a turizmus vendéglátás alapképzési szakot, szintén duális partnerekkel való együttműködés keretében. Ezeket a képzéseket jövő év szeptemberében indítjuk, ugyanazokat a feltételeket kínáljuk, mint a budapesti kampuszon, magas színvonalú képzés, piacképes diploma. Mint említettem, a mottónk arra utal, hogy a tudásom a segítőm, azaz az a humántőke beruházás, amire azok vállalkoznak, akik itt Székesfehérváron, akár a Corvinus Egyetemen, akár az Óbudai Egyetemen, akár a Kodolányi Főiskolán kezdik el a humántőke beruházásokat, mindenképpen arra számíthatnak, hogy megtérül ez a beruházás. Érdemes magas pontszámot szerezni a felvételihez, hogy meg tudják ugorni azt a mércét, el tudják érni azt a magas színvonalú belépési ponthatárt, amire szükség van ahhoz, hogy a Corvinus Egyetemen alapképzést folytassanak. Ugyanígy üdvözlöm nagy szeretettel és tisztelettel az itt megjelent duális képzési partnereinket. Nagyon fontos számunkra, hogy a székesfehérvári régió adta lehetőségeket kihasználva több tucat duális képzési együttműködési szerződést tudtunk aláírni, a gazdálkodási menedzsment, pénzügy számvitel és már a turizmus és vendéglátás szak tekintetében is. Emellett hadd utaljak arra, hogy ebben a tanévben nagy örömünkre szolgál, hogy elindult a sportközgazdász mesterképzési szakunk. Duális képzésként Magyarországon egyedül itt a Székesfehérvári kampuszon van a mód ezt a képzést elvégezni. Stílszerű, hogy éppen egy sportcsarnokban vagyunk, ahol ugye a sportközgazdász képzésről tudok önöknek pár szót szólni. Azt is hozzáteszem, hogy a Székesfehérvári kampuszunk fejlesztése fókuszában a sporthoz kapcsolódó egyéb képzések, úgy mint sportkommunikáció, sportdiplomácia szintén napirenden vannak, és ezeket a képzéseket is hamarosan indítani fogjuk. Keresztfél évben is mesterképzésre lehet jelentkezni, a regionális és környezeti mesterképzési szakot hirdetjük meg, illetve hadd utaljak arra, hogy levelező formában a gazdaság-informatikus alapképzési szak is elérhető lesz 2018. szeptemberétől az ide jelentkezők számára. Utolsó tájékoztatom, hogy a kommunikáció és média tudomány mesterképzési szakot szintén levelező formában fogjuk meghirdetni a következő tanévtől kezdődően. Középiskolában nem látszik az, hogy milyen roppant dinamikusan változik a munkavilága. Hajszik, hanem én hetente kapom a karrier irodáink segítségével az állásajánlatokat. És olyanok vannak, amit nekem is meg kell tanulnom, hogy ez éppen micsoda. Az itt jelenlévő cégek sokkal inkább meg tudják mutatni ezt önöknek, érdemes velük is beszélgetni. De hát miért is mondom mindezt el? Azért, mert egy felsőoktatási intézmény a munkavilágára képez. De hogyan lehet arra képezni, ami állandóan változik? Olyan dinamikusan, hogy még a neveket is értelmezni kell, hogy valami egy név mögött milyen szakma található. Hát ez úgy működik, hogy egy felsőoktatási intézménynek az adott szakhoz tartozó szakmai alapokat meg kell tanítania, de ki kell tudnia nyitni a hallgatóságot az állandóan változó újdonságokra. Mi értelmiségieket képezünk, ahogy a rektor helyettes is mondta, ez a dolgunk. Tehát azt gondolom, hogy ezzel tisztában kell lenni. Mert nem biztos, hogy az vár önökre a felsőoktatás után, hogy azok lesznek, ahol végzik a szakmájukat. De ebben a városban
biztos, hogy mindenki talál állást. Ha a Corvinuson, ha az Óbuda Egyetemen, ha nálunk végez, mind a három intézmény különleges intézmény, egyrészt az elhelyezkedési mutatói mind a három intézménynek nagyon magasak, a miénké 90% fölötti. Tudják, ez azt jelenti, hogy nappali tagozaton, 6 hónapon belül hány százalék kap állást. Hát nálunk most éppen tavaly 92,7% volt, akik azonnal állást kaptak. Általában azt szoktuk mondani, hogy a végzetjeink lábon elkelnek. Milyen szakokon lehet a Kodály János Főiskolán tanulni, hiszen nagyon jó felsőoktatási struktúra alakult ki most Székesfehérváron a Corvinus Egyetem belépésével. Egyrészt vannak párhuzamos képzéseink, ahol a mi képzéseink gyakorlatorientáltsága miatt nem olyan nagyon magas pontszámmal lehet bekerülni, mint a Corvinus Egyetem, hanem egy nemzetközi brand. Ezen kívül vannak különlegességek, például művészeti képzés. Csak Székesfehérváron lehet a Zeneakadémián kívül jazz előadó művésznek tanulni. Nemzetközi sztárjaink is vannak már, ott a főiskolán lehet beszélgetni egy éppen most nevelődő sztárral, aki már azért országosan megmérettette magát, illetve nemzetközileg is. És ennek lesz egy újdonsága, musical énekest fogunk képezni Szente Vajk tanár úr vezetésével, aki a Madách Színháznak a rendezője szeptembertől, tehát a következő évben már lesz. Írásanyagainkban még nincsen benne, már elkészültünk az anyaggal, ez egy újdonság. A Kodolányi Főiskola erős levelező és távoktatási programban, ez most a gimnazistákat még annyira nem érdekli, csak a jelenlévő cégek képviselőinek mondom, hogy érdemes hozzánk levelező és távoktatási programban hallgatókat küldeni, mert nagyon tudunk alkalmazkodni a munka melletti tanuláshoz. A város sportváros. A Kodolányi Főiskola éppen ezért a középiskolája mellett kialakított egy olyan sportmentori programot, nem véletlen rektorhelyettes kollégám beszélt a sportprogramról, amit a Corvinus Egyetem oktatás szempontból hirdet. Mi azt dolgoztuk ki, hogy az élsportolói elfoglaltság mellett lehet színvonalas felsőoktatási programot végezni, nem kell könnyíteni, ugyanazt az értékes diplomát meg tudja szerezni egy élsportoló, mert személyes mentor segíti a munkájukat. Tehát nálunk sportmentori rendszer van. És még egy különlegesség, a Kodolányi Főiskola nagyon családias hangulatú, családias légkörű intézmény. Székesfehérvár olyan 350-400-an leszünk körülbelül a levelező távoktatási hallgatókkal együtt, és nagyon oda tudunk figyelni a hallgatókra, itt nem veszik el egy hallgató sem, megint egy szám, a mi lemorzsolódási százalékunk 10% alatti. Mindenkinek segítünk, aki akar tanulni. A középiskolások figyelmét szeretném magamra vonni, ezért egy bejelentésem lenne. Kérem szépen, az Alba Régia műszaki karra kérem, ne jelentkezzen senki. Senki ne jelentkezzen, akit nem érdekel a villamosmérnökség, gépészmérnökség, mechatronikai mérnökség, informatikusság, földmérő, földrendező, vagy kapcsolódó mérnöki tudományok. Továbbá ugyancsak ne jelentkezzen az Alba Régia műszaki karra kérem, az, aki se normál, se duális képzésben nem akar diplomát szerezni. Ugyancsak ne jelentkezzen az Alba Régia műszaki karra kérem, az sem, aki nem akar már hallgatóként is 100-120 ezer forint ösztöndíjat kapni. Ugyancsak kerüljön el minket az a kedves kollega, aki az Alba Régia műszaki karon nem akar felsőfokú szakképzés, BSC, MSC képzésben részt venni, uram, bocsánat, doktori iskolába beiratkozni. Ugyancsak ne jelentkezzen hozzánk, kérem szépen, az a középiskolás sem, aki nem akar emberléptékű környezetben tanulni, aki nem akarja megtapasztalni azt a szeretetet, ami oktatóik és kollégáink révén a karra jellemző. Kérem szépen, mindenki mást viszont nagyon nagy szeretettel várunk. Kérem, keressék fel a standunkat, ismerjék meg képzéseinket, és meleg szívvel, baráti ölelésre várunk mindenkit. A megnyitón az Alba Régia műszaki kara, a Corvinus Fehérvári Campus és a Kodolányi Főiskola vezetője is köszöntötte a résztvevőket. A program holnap állásbőrzével folytatódik.